Az átlátszó szerkesztősége a debreceni közmeghallgatáson járt. Itt az állami szereplők, a felsorakozó szakértők, illetve a cég képviselői igen erős ellenállásba ütköztek. A következő kérdésem, István úrhoz, mikor kötötte meg a magyar állam erre vonatkozóan a kínai céggel és beruházóval a szerződést? Az, hogy a magyar kormány mikor mit, hogyan igényelte meg a mindent, így egy nyilván könnyű belátni, arra nekem nem tisztem válaszolni, és nem is része a hatósági eljárásra. Tisztában szeretném azt a fogalmat, hogy a Gödi vízből, írtam a Gödi vízből, és teljesen rendben van, ott is vízműves kollégám volt. Szégyel magam! Hadd beszéljek már Debrecenről egy kicsit félre. Egy picit. Én nem vagyok politikus, vagy végighallgatnak, vagy leteszem a mikrofont. Akkor leteszem a mikrofont, köszönöm. Hülyének nézik a magyar embereket. És ez nem a magyar emberek érdekét szolgálja. Ez a külföldi embereknek és a kínaiaknak az érdekét szolgálja. Nem a magyaroké. Ez nem a mi érdekünket szolgálja. Az önök zsebe ki van tömve. Az egész politikai elitnek a zsebe ki van tömve. Nyilván. Önök el tudnak költözni ebből az országból, el tudnak repülni bárhova, 5 év múlva, 10 év múlva, viszont a gyerekeinknek teszik tönkre a levegőjét, a földjét és a vizét! És a miniszterelnök úr azt mondta, hogy aki nem a népet szolgálja, azt el kell küldeni! Megrázó pillanata volt a közmeghallgatásnak, amikor egy kismama kezében a 3 hónapos csecsemőjével arról érdeklődött a szakértőtől, hogy milyen veszélyekkel járhat a gyár. Egy 3 hónapos kicibabával jöttem, hogy írkos majd szemébe nézzek! Én mindig nem kaptam választ arra, hogy lemérgezik-e őt, hogy a talajvíz az mérgező-e, hogy a levegő, amit veszik, tüdőrákodok hozzá? Igen, vagy nem? Igen, nem, válaszom. Nem. Köszönöm. És felelősséget vállal érte? Ön szemében mondom, hogy nem. Akkor miért költöztek el? Ön szemében érzem. Mondja meg neki. Nem. Akkor miért költöztek el? Hazugság! Egy férfit, aki többször is hangosan bekiabált, megpróbáltak kivezetni. Ezt azonban a többi jelenlévő megakadályozta. Az összes ilyen közmeghallgatáson nincsenek olyan hangok, amik a gyárt éltetnék, vagy amik a gyár mellett szólnának. Itt minden hang nagyon harsányan és hangosan a gyár ellen szól. Polgármester úr az előző közmeghallgatás után azt nyilatkozta, hogy ha kell, akár a debreceniek akarata ellenére is megindíthatják a gyárat. Így van! Innentől kezdve polgármester úr nem képvisel a Debrecenben senkit, csak a saját érdekét. Semmiképp sem képviselje a lakosságot, vagy a népet. Ugyanis ez nem csak az ő hivatásának a teljes kibúnyolása, és nem csak kötelességmulasztás, hanem hatalmi visszaélés, semmi más. És így nem lehet a polgármesterünk, hogy a városvezetés többi tagja, aki ugyanezt forszírozza a lakosság torkán lenyomni próbálva, nem képvisel minket, amennyiben a fennálló lehetséges jogi utakon a városvezetés és polgármester úr nem hajlandó ennek a gyárnak a létrejöttét megakadályozni, úgy mondjanak le! Nyilván a közmeghallgatások sora ezzel valószínűleg véget ért, de ha lesz tüntetés, tiltakozás, élőlánc,
akármilyen aktivizmus, akkor én abban részt fogok venni. Nem idegen tőlem az aktivizmus sem, az önkéntesség, tehát igazából nekem már körülbelül 16 évnyi rutinom van ebben, úgyhogy sajnos, nem sajnos, ilyen módszerekhez kell folyamodni, mert a demokrácia halott.